Bolyai János, minden idők legnagyobb magyar matematikusa, Marosvásárhelyen töltötte élete utolsó éveit. Itt állunk a két Bolyai szobornál, amely egy csodálatos alkotás, és nagyon jó, hogy így maradjon meg az utókor emlékezetében és a közvéleményben ilyen szépen két nagy gondolkodó. Ugye az apának az ölében ott van a tentámen, aminek ugye a fügelékében alkotta meg Bolyai János a tér abszolút igaz tudományát, és nagyon szép, hogy ez a szobor, ez a két nagy gondolkodó egymásban megbékélve, a matematikai feladatokon gondolkodva állnak itt egymás mellett. A két Bolyai között sajnos ugye ez is elterjedt, hogy volt a közöttük vita, hogy vitatkoztak, nem értettek egymást, ez igaz. Igaz, hogy vitatkoztak, de főleg anyagi okokból. Mert Bolyai János nem kapta meg az anyai örökséget, ugye ezt az apjának a személye vetette, a kolozsvári kőháznak az eladásából ő nem kapott semmit, és általában minden esetben anyagi vita volt apa és fia között, nem tudományos vita. A tudományban nagyon-nagyon egyetértettek, és kiegészítették egymást, és ez egy tényleg nagy lehetőség volt, hogy ők együtt vitatkoztak matematikai feladatokon. Úgy gondolom, hogy egyik legjobb művészi alkotás, amelyik a két Bolyainak a szellemét meg tudta örökíteni. Amikor Marosvásárhelyre kerültek, egyik Bolyainak sem volt saját lakása. Bolyai Farkas a tanári szálláson lakott, János pedig több helyen is bérelt lakást, ugyanis akkoriban csak egy-két évre kötöttek bérleti szerződést. Itt állunk, a marosvásárhelyiek úgy hívják, hogy a Vársétány, vagy a Bulevárd. Bolyai János idejében ezt úgy hívták, hogy Kövecses utca, és a Kövecses utcában az 1050-es számú ház volt az az ingatlan, amit Bolyai János megvásárolt 1845-ben. Itt tulajdonképpen a feleségének vásárolta, és a Orbán Rozália nevére iratták. És itt lakott, valahol itt lehetett az a ház, ugye egy korabeli metszeten, Mikolai Tóthféle metszeten meg lehet mutatni ezt az ingatlant, mert egy nagyon szegény, öreges kicsi ház volt, úgy vásárolta. A frontra nem volt ablakja ennek a háznak, és ezt sokan azt mondták, hogy Bolyai János befalasztotta a házat. Holott ezt igazolni tudjuk, hogy már így vásárolta azt a házat. De tény az, hogy ebben a házban élt a családjával együtt, nagyon szegényes körülmények között, egészen 1852-ig, amikor elváltak Orbán Rozáliától. Tény és való, hogy ez, akkor már ő betegeskedett sokat, és valószínű, hogy azért írta meg az üftant, mert semmiféle elismerést nem kapott a nem euklideszi geometria megalkotásáért, ugye, amit ő úgy hívott, hogy a tér abszolút igaz tudományát. És akkor érezte, hogy valahol beteg ez a társadalom, hogyha ennyire nem jutalmazzák a szellemi teljesítményt. Ugye hát legyünk őszinték, teljesen igaza volt ebben. És akkor úgy gondolta, hogy a társadalmat kell megreformálni. És ezért akkor egy ilyen nagy enciklopédikus művet írt, a Üztant, amelyik tulajdonképpen ugye azt szerette volna, hogy az egész társadalmat jobbá tenni. Most az Üztant persze mai szemmel nézve egy utopisztikus mű, ugye, de mindenképpen említésre érdemes, hogy ez neki egy nagyon komoly filozófiai rendszere volt, mert a társadalom minden egyes szegletére van neki néhány gondolata. Az Üztant még nincs kiadva. A kéziratokból Benkő Samu adott ki néhány részletet. Sajnos itt semmilyen emléktáblát nem találunk, ami a Bolyai házának helyét jelezné. Tulajdonképpen ezt az ingatlan a kegyes utókor meg akarta jelölni, hogy egy emléktáblát állítsunk, de sajnos se a tulajdonos nem egyezett bele, se a helyi tanács, hogy itt ugye emléktáblát lehessen állítani. Bandi Árpád nyugalmazott matematika tanár, ő harcolta ki, végigjárta itt a házakat, mindenkit megkért, hogy engedjék, hogy emléktáblát állítson, és az első ház, ahol megengedték, oda állítottuk az emléktáblát. A válás után Bolyai János albérletbe költözött. Sikerült azonosítani azt a helyet is, ahol az utolsó ház állt, amelyben Bolyai János lakott bérlőként. Itt állunk, Bolyai János itt halt meg ebben a házban, illetve helyesebben ennek a háznak a hely, azóta ez már a harmadik ház is lehet valószínű. Ugye az egy tornászos ház volt, amelyiknek az egyik szobájában elhunyt Bolyai János. És szerencsére, hogy lepecsételték a szobát, és így megmaradtak a kéziratai. Mert másképp a háztulajdonos azonnal elégette volna, mert neki az volt a célja, hogy minél hamarabb kiadja albérlet. Szegény Bolyai János csak egy szobát bérelt,
és itt a hűséges szolgálója Szőcs Juliska ápolta, és úgy hunyt el, ugye valószínű, hogy tüdőgyulladásba, teljesen elhagyottan. Bolyai János 1860. január 27-én hunyt el. Sok minden nem maradt hátra tőle, csak a kéziratai. A kötelező katonai kíséret mellett csak 3 civil személy kísérte a református temetőbe. Nem az édesapja mellé temették, amire a pásztortűz a következő magyarázatot adta. Tudnunk kell, hogy mindenkori büszkeségeink, Bolyai Farkas és János, még haló porukban sem óhajtottak egymás mellett pihenni. A marosvásárhelyi református temető cintermében az aljba temetkezett hát az apa, 4 esztendővel később meg fel a hegy tetejére a fia. Hát itt vagyunk a két bolyai sírja előtt, leemelem a sapkámat a két bolyai nagysága előtt. Meghalt Bolyai Farkas 1856 novemberében, és akkor János nagyon egyedül maradt, nagyon magányos lett, nagyon elkeseredett, mert nem volt akivel a matematikai problémákat megvitassa, az utolsó megijedő társa is elhunyt. És Bolyai Farkasnak az volt az egyik kívánsága, hogy a sírját ne jelöljék meg, hanem csak egy pónyik almafát ültessenek a sírra. És akkor ő a hálás utókor ezt valamennyire tiszteletbe is tartotta, de ahogy telt múlt az idő, és itt nagyon elhanyagolt volt abban az időben ez itt ez a cinterem melletti terület, és éppen ezért úgy döntött a kollégium előjárósága, hogy azért illik mégis megjelölni, hogy az utókor bár 100 év múlva tudja, hogy hol van Bolyai Farkasnak a sírja. És akkor gyűjtést szerveztek, ugye a kollégium előjárósága egy nyilvános gyűjtés szervezett a Bolyai Farkasnak a sírjának a elkészítésére, és elég szép pénz össze is gyűlt, úgyhogy Koncz József, az akkori könyvtárnak az igazgatója, egy nagyon nevezetes levéltáros, írta is, hogy megmaradt még egy kis pénz, és abból emeljenek Jánosnak is egy sír emléket, mert Jánosnak nem itt volt eredetileg, nem itt volt eltemetve, hanem valahol feljebb, és akkor Koncz József javasolta, hogy emeljenek Jánosnak is egy sírkövet. De az igazsághoz tartozott, hogy a közvéleményben olyan rossz képet, olyan hamis képet alakította ki Bolyai Jánosról, a kollégium előjárósága leszavazta ezt az ötletet, hogy Jánosnak emeljenek egy sírkövet. Így a temető felső részében levő János sírja jeltelen maradt, és az évek múltán szép lassan nyoma veszett. Senki sem tudta, hol van Bolyai János sírja. Íme mit írtak 1894-ben a Marosvásárhelyen megjelenő Közérdek november 11-i számában. Bolyai János a híres matematikus, hegedűs és vívó sírhelye 34 évig jel nélkül volt, s a föld színével egyenlővé vált. Bolyai János jeltelen sírba volt több mint 30 évig, mert a marosvásárhelyi polgársága, a marosvásárhelyi közvélemény nem ismerte fel a nagyságát, a zsenialitását. És kellett jöjjön Temesváról egy idegen, Schmidt Ferenc szépítész, aki felkutatta Bolyai Jánosnak a sírját, mert jeltelen sírba volt. Szerencsére még élt Marosvásárhelyen Szőcs Juliska, Bolyai Jánosnak az utolsó szolgálója, aki részt vett a temetésen, mert sajnos Bolyai Jánost a temetésén csak 3 polgári személy kísérte ki, és meg tudta mutatni Schmidt Ferencnek, hogy hol lehet Bolyai Jánosnak az eredeti sírja. És akkor Schmidt Ferenc egy gyűjtés szervezett a Matematika Fizika Társulat lapjába, és akkor gyűjtött, hogy állítsanak egy szép sírkövet, és ide fel is állították akkor azt a Tacit sírkövet 1894-ben. Ez a sírkő 17 évig állt itt. 1911-ben exhumálták a két bolyait, és akkor ünnepélyes keretek között 1911-ben ma is látható sírhelyre temették a két bolyait egymás mellé. Csak hogy ezek után eltűnt Bolyai János eredeti sírhelye a temető felső részén, hiszen oda már mások temetkeztek. A 2002-es Bolyai János konferencia után Olá Gál Róbert bolyai kutató feltette magának a kérdést, hol lehetett Bolyai János eredeti sírja?
tudtam azt, hogy Csonka, egy nevezetes marosvásárhelyi fényképész lefényképezte Bolyai Jánosnak az eredeti sírkövét, és akkor a Csonka fényképpel a kezemben nagyon sokat itt járkáltam, sétáltam a temetőbe, hogy megtalálom-e, és akkor szerencsére találtam ezt az öreg sírkövet, amit úgy is mondanám, mint az utolsó tanú, amelyik még a Csonka féle fényképen látszik, és akkor ennek a fényképnek a hátjában volt Bolyai Jánosnak az eredeti sírköve, amit ugye Csonka lefényképezett még 1911 előtt, és akkor tulajdonképpen úgy gondolom, hogy beazonosítottam azt a sírhelyet, ahol lehetett Bolyai Jánosnak az eredeti sírhelye, ahova őt eredetileg eltemették, és ahol elporlatt. És akkor utána meg is jelöltük ezt a sírhelyet ünnepélyes keretek között. Egy szép kopjafát állítottunk Bandi Árpád nyugalmazott matematika tanár segítségével. Ő gyűjtött össze a kopjafára, és ő kezdeményezte, hogy egy kopjafával megjelöljük az eredeti sírhelyet, ahol Bolyai János nyugodott 1860-tól 1894-ig. Érdekes és talán tanulságos az a gyűjtés, amit Schmidt Ferenc indítványozott 1894-ben, miszerint állítsanak sírkövet a matematikai zseninek, Bolyai Jánosnak. Számomra érdekes volt felkutatni, hogy vajon kik is adományoztak, kik voltak azok a tudósok, akik szerényen, de legalább hozzájárultak Bolyai János sírjának a megjelölésére. És meglepően láttam, hogy nem volt egy erdélyi se. Mind magyarországi tudósok, főleg egyetemi tanárok, matematikusok, de egy erdélyi tudós se találtam, aki adományozott volna Bolyai Jánosnak a sírkövének a felállítására. Sajnos kialakították ezt a képet, hogy Bolyai János egy mogorva volt, egy hálátlan ember volt, és nagyon sokat kellett dolgozzunk, talán még most is dolgozzunk, hogy leromboljuk ezt az előítéletet.